Alatt, hogy a román turistatuk eredményel. Hát egy fő még fogja. Szóképpen, ennek bele kell ide menni a lukba, és ugye be kell tolni, csak úgy tudom elfordítani. Tökös. Innentől kezd a régió kalózkulcsok, amiket a ganznál használatosak, nem mindig férnek bele. Te csináltad, csak tudod. Hagyj, megsemmisítod a villamost, hagyj szálljunk le előtte. Tudjának, hogy akkor a járvezető kiszállít az utasom, mit csináltam? A elektromos felejtező kapcsolója. Ez a esti lámpácskának kapcsolója. Igen. Egyszerűen átkapcsolom, és így elektromosan ki van nyomva. Ez azért érdekes, mert hogyha be van kapcsolva, kicsi felijesztési idő kell neki. Ennyi, és megvan. Akkor ez... Nem tudnám kiírni. Most miért megérni? Hát mert ez már az átalakított változat. Igen, lehetséges. Így működik az egész dolog. Szépen. Hogyha ezt így visszakapcsolom, be kéne csukodni. Akkor elvileg be is fog csukódni. Az a számítógép is gombocskára biztosni magad? Menjünk egy másikra. Az a baj, hogy tartok tőle, hogy itt az áram miatt már minden meghal. Arra fog menni, és meg fog halni, úgyhogy... Akkor át tudok a másikra. Ugyanis azért nem tartotta meg a részét. Hát egyébként, hogyha ezzel a kapcsoló már egyik se világít, jó van. Na, van 600 volt. Na, mitől? Köszönjük a... Mi volt? Ugyanis ő az, amelyik hát tulajdonképpen az elektromágnesesség elvén ezt nem engedi, hogy én ilyet csináljak. Na most minek utána már baromi kevés benne az áram, engedte. Azért tudtam amellett is, hogy be volt kapcsolva, hát most már meg ki is kapcsoltam az egészet. Tehát ahhoz kell ezt kikapcsolnom, hogy mechanikusan egy kicsit. Igen. És akkor szépen lehet vele játszani. Meg lehet nézni, hogy mitől akadt el, vagy akár meg lehet játszani. Hogyha ez megvan, és azért kell az egyedi ajtónyitást rányomnom a adott oldalra, ahol van a problémám, ezután én ezt visszakapcsolom. Ígérem, meg fogjuk csinálni még egyszer akkor, amikor majd lesz áram. Megvárom, míg fölijed az egész rendszer. Kinyitom az ajtót, visszacsukom az ajtót. Ha működik, megnyugodtam. Melyikkel csukom vissza? Az a csukó. Az a számítógép kis gombja. Csak föl kell nyomni, tehát nem csak hozzáírni kell, meg simogatni, hanem meg kell nyomni, és akkor szépen becsukódik, ha ténylegesen működőképes. Na most amennyiben nem működőképes továbbra se, akkor megint csak az van, hogy leselejtezem elektromosan, akkor itt van ez a kis vacak. Ezzel kell mechanikusan leselejtezni. Azzal az egyel. Igen, de ez csak zárt helyzetben. Amikor ez megvan, akkor ezt vissza kell nyomni, különben jön a hiba üzenet, meg nem lesz ajtó. Nem kell akkor itt futkosni, és hanem mindent legyen. Kezdve már van ajtójelzés, és már csak annyit küld nekem üzenetet, hogy egy ajtó. És itt tudom valahonnan, hogy jól bezártam mechanikusan, tehát jelzi, amikor visszakapcsolom. Hát egy, hogy nem nyílik ki. Itt az az igazság, hogy két esélyed van. Mert hogy ne kelljen azért visszamenni, hogy van ajtó. Megmondom miért. Megmondom, hogy miért érdekes ez az egész. Ennek van egy ilyen érezhető, hogy bejön, bemegy a helyére. Aha. Most ez az, amit elektromágnesesen tart, hogyha én visszakapcsolom. Igen. Csak ezt már nem tartottam meg, mert annyira nem volt az akkufeszültség. Azért tudtam úgy is kinyitni, hogy be volt kapcsolva. Tehát ha jó magyarul lesz, be van kapcsolva, azt én nem így tudom. Van, és akkor ezt szépen leselejtezem, ezt vissza, és innentől kezdve ő már nem hajlandó ezt nyitni. Tehát nem lesz itt motormorgás, meg akaratoskodok, meg erőlködök, hanem szépen annyi le van serejtezve. És akkor lehet valóban... Morgás lesz az édesanyádat. Hát jó, hát az a morgás, az megvan persze, de... De itt legalább... Miért nem egy nyugodó, hogy egyet kell lenyitni? Akkor lehet tekergetni. Kollégák, gyertek, légy szíves! És akkor bocsánat, nem véletlenül itt volt az áramszedő tekerője. Az áramszedő azon részén, ahova bele kell helyezni. Ez azért olyan BKV-s? Innentől kezdve nem véletlenül a jobb oldalon kerestem. De ez azért olyan BKV-s? Vajon mennyi újítási pénzt számoltak fel ezért? Ebből valaki meggazdagodott. Mutassuk meg a lányomnak, hol kell bedugni azt a izért? Na. Segítséggel... Ez viszont jó hosszú, úgyhogy el lehet élni vele. Jó. Középre is nem kell segítséggel. Egy-egy pulzálomozást nem kell vele végezni. Csak őrkörösen kell is szállni. Bele kell akadnia, és akkor utána már lehet itt tekergetni. Kicsit odébb melyik irányba? Hát, hogyha lefelé... Apa, annyit tekertem ma. De ez tök lazán megy. Azért, az a jó. Hát ennek csak örüljön.
Hú, de most már kezd nehezebb lenni. Már szóltak volna. Hát nézik keményen, úgyhogy ha nézik, akkor valószínűleg egy fölfelé. Fölküldöd a kémény. Úristen! Tessék, szóltál. Aha, gyere már, Józsi! Én ezt majd valamelyik... Én nem is ajánlottam, hogy tekerek veled, de neked el kell. Kapcsolhatod minden további nélkül. Nem ott nyomod ki. Azért nem ott nyomod ki, mert hogyha itt azt az akkumulátort nyomom ki, akkor az egész esőt lenyomatom. Esőt sincs a jegyzetbe így benne, hogy melyik, tehát hogy ezt kell lekapcsolni, amikor esőhetezed az izét. Tehát lekapcsolhatott a akkumulátorát. Tehát ha levezélem az áramszedőt, ugye akkor van ez, ezt kell kikapcsolni? Ezt a főkapcsolót vagy ott kapcsolom ki? Akkor van az, hogy... Bezárom. Ezt megkapcsolom. Ezzel. Elfordítom. Innentől kezdve ez már nem fog nyílni. Viszont ahhoz, hogy legyen ajtójelzésem és tudjam vinni, ezt vissza kell nyomatni. És innentől kezdve csak azt az üzenetet küldi. Hát most nem, mert most a B oldal az teljesen szar. Hogy le van selejtezve. Tessék? Valószínűleg valami jelz. Kifele jelzés, hogy ez biztos nem függ. Igen, az lehetséges. De a mechanikus reteszről van valamilyen visszajelzés? Hát a mechanikus retesznek van egy elektromos része is, különben nem menne át a selejtezés a... Te sincsen, hogyha ez nagyon világít, akkor ne nagyon nyomkodják, mert nem fog kinyílni az ajtó. Megoldjuk. Hát a mechanikus reteszel is, ugye így mondtad, hogy lekapcsolom elektromosan, mechanikusan reteszelem, majd vissza. Mechanikusan van reteszelve. Az oké, csak egyébként ez, hogy meg kell, tehát le kell kapcsolnom elektromosan és utána vissza a mechanikus közben, tehát mintha ez ilyen felesleges lépés lenne, ha egyébként van elektromos kapcsolat a mechanikusnál. Az oké, de ha mechanikustól egy olyan ilyen jelent... Jobb oldalon van az áramszedő tekerő, ezen a villamos. A 2001-es kivételével mindegyiken. Tehát ez helyén van. Ez a helyén emelni, van. Aha, hogy rohadjon meg. Hol van az a kapcsoló? Én is erre rá van írva már a kedve kapcsoló, vagy mi a... Mondtam, hogy nem a protokocsit kell nézni. Bocsánat. És erre rá van írva, mert rendkívül rész is. Az a 3B ajtó. Az a 2001-es az egy halott volt. Egyébként én ezt kerestem, így, és az Istenes nem találtam. Ezért volt megint az, hogy most akkor hol az anyja? Emelni is ügyesztem. Azt kivetekeltük, és milyen van? Hogy ne legyen vissza a szedő. Szélső? Nem, valami. Legszélső vagy? A legszélső. Legszélső. A legszélső. Hát nem csak 2001-esen a legszélső volt. Meg a... Ilyen kokos ülő. Utána ezért az akkumulátor kapcsolóját. Az a szétfeketik. 5B, nem? Először akkumulátor kapcsolóját. Igen. Lehet úgy, hogy kinyomod a főkapcsolót. Igen. A főkapcsolót, letekered a szedőt. Igen. Lekapcsolod az automatáját. És lekapcsolod a... Egyes számú. A legelső. Hát az automatákat. Meg kell tanulni, hogy figyelj elemén, nem lehet egy pályaszám szerint kell vizsgázni. Ja, hogy a véletlen. Azt az előzőleg megnéztük, emlékszel, amikor az AV... Akkor mindjárt nyitom. Jött, de a BVG-n meg ott van az izé mellett, az automata mellett. Hogy nem feszelt, tegye bele, kitalálkozik. Nem elemér. Az akkufőkapcsoló? Mindjárt megint. Igen. De akkor ez mikor? De ez miért jó, hogy ez így egyik felé? Ez akkor, hogyha az áramszedőt le kellett tekernem. Utána? Kapcsolom ki? Utána. És először úgy, hogy ki legyen kapcsolva a fő akkufőkapcsoló, mert különben hibajelzést küld a egyből. Kapcsolja, ott meg a becsukás védelmennek, csuklemnek a fülkében. Ahhoz, hogy le tudjam húzni kézzel az áramszedőt, ki kell nyomnom a fülkébe. A fülkébe kinyomom azért az akkumulátort, igen. Igen, ide jövök és lekapcsolom az áramszedő akkumulátorát. Először letekerem. Hát letekerem azért az áramszedőt, automatát lekapcsolom. Igen. Utána vissza fog menni. Ide jössz. Mi fog visszamenni? Hát az áramszedő. De az akkumulátor, hogy ezt miért kell lekapcsolni? Ja, ezt azért kell lekapcsolni, mert az egész kocsit le kell selejteznem. Ja, és akkor ezzel melyik kell? Ott a valahogy fekete éve. Ezt megint nem fogsz így elérni szerintem. Még én sem. Odaérnek, de hát ez attól függ, hogy most... vagy a lasztalos hídon, akkor... Vacakolsz a AVM-mel, vagy pedig a ajtót megpróbálod megcsinálni. Nem az ajtót mondom, a szedőt. Hát amíg a szedőben elcsakoltak, igen, az látszad. Hát majd beszartam. Hát majd beszartam. Mondjuk elég szívodon van a becsukás.
mellett abból egy minket nem érdekel. Becsuklásvédelem, mellette az akku, az AVG akku. A másik oldalon csak a becsuklásvédelem, és ellentétesen az akku. Itt viszont, itt van a egyesnek az akkuja, ahogy a becsuklásvédelme, már lassan összekeverem, és megint csak átelem be. Nem az akkumulátor odaírva. Az van, hogy letöltés, kijelző, és fecsülés. Esküszöm! Azt hiszem, hogy pályaszám szerint kell vizsgázni a kombinóra. Ez szerintem kombinó kámer. Ott így is, úgy is, nem azon az egy ajtón fog múlni, hogy szemmel közel. Már most bocsánat, egy kicsit morbid vagyok, de hogyha akkor az űr, akkor ketté vágta a villamost, és a többiek, akik megúszták, azok le tudok zárni ott, ahol nézze. Ahol ketté van már. Na, nem akarom elbagatelizálni a dolgot, nem tudod nyitni, mert a mechanikus reteszelést, azt ő nem. Ő arra oké, hogy a akkumulátor áramával tartott mechanikus Bovdent ezzel engedi, és azáltal, hogy feloldotta, szét tudja húzni, és egy le tud szállni. Ezt megcsinálták azért végállomáson. Nem. Fölmaradt a spiné, potyogott magába, mire előre mentem, mert ahhoz érte, kinyitotta és leszállt. Mégis. Ha nem akart leszállni, aztán rájött, hogy végállomáson van valami hajléktalan azért. Mechanikusan, ezével, hidraulikusan, de már műszak segítségével. Minket ez nem foglalkozik. Mint a bicikli emelő szerkez, jellegű. Egy ilyen olajpumpa van tulajdonképpen. Ami egy csővel van összekötve. Amit fotón látunk benne. Rácsatlakozták, és akkor kívülről járják rá az olajra. Örök is megondolás. Ez jó! Ez jó! Nem ellenfényes a felvétel, tökéletes. Igen? Akkor jó. Úgyis így lesz az igazi az egészet csinálni. Na most kivetted az akut? Csak lassít! Na, mutass valamit! Elvileg így fogunk tudni felszállni. De mint ahogy mondtam, pont azért, mert már nincsen az akut fölkapcsolva, bekapcsolva az egyes ajtót, azt tudom nyitni. Tehát amikor leselejtezom az egész kocsit, akkor is tudom nyitni az egyes ajtót, tehát ezzel nincsen gond. Mikrofonban nem lehet mondani? Hát majd jöttök ide a sorba, maximum. Annyi mindent nem fogok végig nyomkodni rajta. És virít nekem az akku kikapcsolt helyzetet. Ezt be akarom kapcsolni, ez a lényeg, mi? Ez a gomb? Nem, az először bekapcsolom majd magától, majd utána. Ja igen. És akkor elindíthatjuk az egészet. És akkor hol látod, hogy felé lett ott a kijelzőn? Hát majd a kijelző világít, meg minden szépen elhallgat. Feszült 30 másodperc. Most amilyen van, akkor nem fog feléledni, és akkor a... Ne, jó van. Feszült 30 alakul. Másodperc, mint az űrsikló indítása előtt. 10, 9, 8... Mindegyik kihajtós tükör. De nem úgy, hanem oda-vissza jártam. Majd mindjárt megnézik az ajtónál. Mert rosszul leszek. Még mindig sötét, izgatottan várjuk a fejleményeket. Én ide is beférek, nekem nem kellett volna. Hopp! Élet! Na kérem szépen, eltűnt az ajtójelzés, hip-hip. Hurrá! Vagyis akkor jó. Rezet megoldotta. Annó ez a tükör akkor szépen ment, ezen már nem működik. Nekem mit adtuk a villamost? Hát, mint ahogy mondtam, nagyon sok hibát ezzel. Viszont pontatlan az órája. Az nem gáz? Nekem nem. Csak 40 percet. És már ezt kiírta. Kiírta. Most már töröltem, mert már bezáródott. De már írta ki, hogy valamelyik nem oké, mert nem együtt működik az egész. Időt hogy állítasz rajta? Én ezen? Sehogy. Megmondom őszintén. Nem mondod? Hát én nem állítok rajta időt. De szar. Hát, azt akkor beállítják. Ez nem a kifelé jelzi a, ezért az az ibisz. Nem baj, ráírom, hiba. Áramszedő fel le. Itt van egyszer, amit mondtam, a páramentesítés. Hogyha ezt megnyomjuk, akkor elfogadja. A nullával, az infóval lehet visszamenni az alaphelyzetre. Ő ugye a fűtésnek a néje, és ezzel lehet fölnyomatni, vagy akár lenyomatni a hidegre. Ilyenkor még nem kell félni, nem fújja a hideget, ahhoz el kell fogadtatni. Nem, mert rajta ülök, nem fújja. Ugyanez a kettő, az utas éri, csak ott meg is kevesebb a lehetőség. És hogyha minden oké, akkor az oké gombbal elfogadom, és visszaállni, pedig a infóval visszaállok. Oké, okay, után nem áll magától vissza? Egy idő után igen, de én szeretem visszaállítani. És ő pedig a ventilátor, hogy milyen ventilátorra akarom. Automatával, vagy akármi. Hogyha azt elfogadtam,
akkor jó éjszakát. És akkor ez lesz ugye máshogy van jelölve, mert a többi az fehér, része az fölül van, itt meg alul. És akkor megint visszaálltunk az infóra. Ez pedig jelzi azt, hogy 27.9.28.1 a, sőt már... A villamos köszöni, jól van. Ez speciál végre, igen. Megint info. Ezzel tudom áttenni sötétre vagy világosra. Ezzel lehet játszani vele, hogy mennyire legyen világos. Ez ugyanaz ezekkel kapcsolatban. Nem olyan túl sokat lehet rajta állítani, de azért lehet rajta állítani. Mennyit változik? Aha. Hát ahhoz, hogy este ne zavarja a szememet, de viszont, hogy nappal meg, amikor süt a nap, akkor jól lássam, ahhoz bőven elég. Ez egy nagyon jó dolog lenne a többi villamosban is, sem egy ilyen potméter, és hát nem igen. Volna egy nagy vasszizdasz. Ezzel összeálltott, olyan egyedik, ez a központi. Ez a központi, nyomkodhatok? Meg a másik oldal a központi. Nyomkodhatok? Persze, nyomkodjál. Ezzel kinyitom, ha nyílik. Hát nyomd meg rendesen. Hát rendesen megnyomtam. Ja, ugye, hogy nem nyomtad meg rendesen. Már nem sikerül. Hányan vannak az aknába? Kis veszteséggel számolhatunk. És akkor bezárta az ajtót, ez a izé, hogyha megnyom... Megtenné valaki, hogy megnyomja a mozgáskorlátozottat? Nyom meg a mozgáskorlátozottat. Valami nyomi. Ez fog nekem világítani. Igen, ha most én megnyomom, akkor csak most még ne nyom meg, mert úgy lenne az érdekes, hogy kinyitom az összes ajtót, ő nekem világít. Fogom magam, bezárom az ajtókat. Igen, az nem záródik, ezt meg kell nyomni. Ahhoz, hogy ő bezáródjon. Ugye, bezáródott az összes ajtó, egy még nem. Igen, ez. De ha nem is kell látnod, hogyha megnyomod, akkor utána ő is. Igen. De most adja az indítási jelzést ott. Igen, hallom. Addig még semmi. Teljesen jó. És kész. Bezáródott, és elit, itt van. Elit. De ezt menet közben is törölhetem. Tehát, igen, hogyha igen, tudom, hogy nem szállt föl gurulós, akkor menjen az anyjába. Most egyszer, kétszer, háromszor lehet, negyedszer beszólok a özébe, hogy... Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Váltóvezérlés, jelzve semmi. Ez az állít, állítani ember kell, nem állít, azt is nyomni az kell, mellette. Ha nem állít. Igen. Jó, nyomni kell, ha nem állít. Csak ilyenkor érdem csinálja. Ha már nem gondolom, nincs meneten a tuja, nem azért? Nem? Mert. Hogyha adsz neki egy kis menetet, akkor is mondjuk... Hát ugye el kéne indulni vele? Valószínűsznek tartom én. Megint nem indul. Lehet, csak ez nagyon érzékenyen. Aha, most értem, fájó. Mondom, hogy kicsi menetet kell adni neki, és akkor valószínű, hogy akkor működik, mert ugye mikor áll, nincs értelme az áram felvétel. Ritkán megy fölött a vezeték. Igen, igen. A szükségmenetek. Itt van a ajtó szükségmenet. Ez ugyebár, hogyha rákapcsolok, így nem fog elindulni. Így már igen. Hát mert vészfékre kell húznod. Nem, de most nem húztam vészfék, ez az ajtó. Nem, a vezérlésnél kell. Az ajtó szükségmenetnél kell a éberség. A vezérlése az a másik. Először megvárjuk, hogy meglegyen minden, átteszem a vezérlési szükségmenetre, itt világít minden anyám kínja. Nagyon nem tetszik neki, mert pirosan világít, hogy baj van a villamossal. Jaj, bocsáss meg. Mi az az ESG? Mi? Az ESG. Hol? De valami német kifejezése. De így nem indulunk. Fék és úr. Vészfék. És ehhez éreztétek, hogy mennyire másabb az indulása? Igen, lódul nagyon. Ó, de megy, megindul. Nagyon lódul. Ehhez viszont nem kell az éberségi. Igen. Ehhez nincsen éberségi, nem kellett az éberségit alapból, viszont piszkos módon megindul. Nézd, másabb az éberségi. Tehát egészen intenzív a indulása is, meg a megállása is. Az hibánk bejött, miért jött be ilyenkor? Aha. Most már utána elmegy. Szükségmenetnél bejön a vezérési hiba, az éhiba, minden? Mindent kijelez. Hát kész, van egy halott kocsim vezérési hibával. Tükörállítás. Úgyhogy... A tükörállítás az... Meg lehet nézni. Nekem tudjátok, mit kell megmutatni? Hogy kell az ülés magasolni? Bocsánat. Akkor itt lesz fönn. Hát akkor hozzáállítom magamnak, ahogy jól esik. És akkor de így. Nagyon király. Erre valaki már rajzolt, látjátok? Szemet meg száj. Miért? Nem. Az olyan, mint a szemszáj. Hát igen, de az a simfék. Simfék. És ez pedig és az éberségi. Az az éberségi? Nyomi. És ezt mondtam neked, hogy ráteszem a kezemet. Hamogat nem, itt nem. Na szabad? Nem. Azért megkérdeztem. Hát fel se perhetnéd internet tulajdonképpen. Hát miért ezt előbb seppegettek? Hát pont az. Ez volt a simfék. Nagyon király. Hogyha itt tartom rajta a kezemet, semmiben nem terül. Meddig tart ezt nyomkodni?
Az, hogyha nagyon nem bírom, akkor elkezdek valamit játszol, és arra ütembe játszani. Meg. És a kis ujjammal meg vidáman, vagy a gyűrűs ujjammal ott van a csengő. De már hogy ez az AVG papírra. Úgyhogy... Idétlenség, Isten. AVG-en bejelentkezünk be. Lassú menet még az, ami. Vmax 3 km per óra. Megint csak nem kell hozzá semmi. De nem is engedi, és azonnal, itt viszont nullába már jön a retvég. Nagyon király. Fogja azonnal a kocsit, és így elindul, ehhez se kell az éberségi. Ez viszont nagyon jó, ez a nullába jön a retvég, mert ez tényleg lehet szépen finoman rájárni, vagy tolatni, vagy akár. 3 kilométernél milyen villamosfékkel szórakozzunk, amikor, ugye? Hát tükröd azért nincsen, mert ezt a lassú menetet igazából a németek lassú menetnél akarták nevezni, és olyankor viszont a tükör bejön. Hát 3 kilométernél, hogyha valaki elkezd csipákolni. És akkor ez a rögzítő fékoldás. Igen, még azt akartam. De most nem is azért, hogyha mindenki. Reméljük, hogy... Senki nincs. Aha, és akkor így egy... És már csukodik is az ajtó, és mehetünk. Király. Jó, hát csak ezt írja ezt, az ezt írja, így van. Hát most megmagyarázható lesz, tehát ezzel azért nyomom meg minden további nélkül. Ja, csak ennyi. Tehát azért mondtam András, hogy ezzel ugyanazt érde el, mint a Hannoverin, még kézzel kellett pumpálni. Ha. Azt itt egy gomnyomás. Ha nem, akkor megette a fene, mert ott is hiába pumpálsz, akkor jön a műszak, itt is hiába nyomod, jön a műszak. Aha. Tehát a kettő ugyanaz, csak itt már jelentősen modernebb felfogásban megy a dolog. De úgyse, de látom. Jó van. Igen. Ablak, ja, ez az irányjelző, ennek ilyen a hangja. Igen, ennek jó olyan. Na most ez azért jó, mert hogyha közben kéri a éberségét. Az milyen, amikor kéri az éberségét? Hát az is visít. Hát ez most nehéz. Vékonyabb a hangja és kettőt csippent, vagy hármat. Ez úgy van, hogy a könnyűben, hogy tulajdonképpen 8 másodpercen van idézőjelben? Mire? Mire? Mert hogy 5 másodperc múlva sipol, és 3 másodperc múlva rakja le a féket. A könnyűben ilyet olvastam. És? How? Aha, ez volt az a hang. Ja persze, mert megnyomtam ezt a hülye. Ja, nem! Hogy nem nyomtam meg az éberséget, amit mondtam. Igen, és az egyből. Elindítja, de rögtön meg... Ó, bassza meg. Mi van? Kinyitottuk a kaput. Érzékelte, hogy itt vagyunk? Menjünk vissza. Egy kicsit. Jó, csak hideg lesz. Ő az éberségi. Aha. Hát ilyennél így állítja meg az éberségi természetesen, de... Na, akkor hol vagytok még? AVM. Itt vagyok. Ők már nem jöttek. Őket nem. Majd akkor később. Muti. Ezzel kapcsolom be. AVM itt is. Feléled. Időt rögtön ír is. Annyi is. Semmi mást. És akkor jöhet az, hogy... Bejelentkezés. Bejelentkezés. Aha, és akkor beírod, hogy... Járat, vezető, forgalmi. Jó, ezt én már nem jöttem. És utána azt mondom, hogy... Ír be valamit. Nem akarom elküldeni. Hadd gondolkozzanak. Hát nem szórakozom én. Hát írd be valamilyen tök lehetetlen, mit tudom én, 99-es forgalmi. Tök mi, akkor is. Figyelj, ha bejebb mész, akkor pont beférek ide. Erre? Jó. Akkor még a tökcsest. Tehát ezekkel lehet beírni a számokat. Fél lépcsőt. És hogyha minden oké, akkor a továbbküldés, továbbítással. Nem az igen. Itt a továbbítás. Ez a 44-es gyors trolibusz, ha jól nézem. Aha, oké. Okay. Kód szerint, nem? Biztos. Hát troli 4-es, 44-es, 4-es gyors. A 4-es az... A végén a 4-es az a gyors, igen. Az 5-ös volt az express. A 0 az a sima, az 1-es az a... Az A, 2-es a B, 3-as a C. 4-es a gyors, 5-ös az express. Van olyan, hogy B, meg C. Hát ilyen temetői járatok, meg ilyenek szoktak lenni. 37 B villamos szokott lenni. Ezzel tudom léptetni. Melyik az a... Azok az épső, hogy sehova nincs odaírva. Igen. Töröl, tehát hol... Visz a törlés, azzal tudod... Azt keresem. Ott van egy törlés a funkciónál, második oszlop. Hát azt az alsó. Ja, az az. Ennyi. De így az egészet törli? Így az egészet, és akkor kezdhetem előre, hogy bejelentkezés. Tehát akkor belejavítani nem tudsz. Nem. Ja, dehogy nem. Hát az ha beleírsz és visszamész, akkor felülírja. Bejelentkezés. 4, 5, 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 5. Közben rájöttem, hogy ó, bassza meg, ott elcsesztem, akkor oda megyek, és akkor írom azt, hogy 6666. És addig villog lent az AVM, amíg kész nincs? Nem, amíg ezt itt át nem veszed, nem? Ja, hogy amíg át... Ezt hiányolja, igen. Ezt hiányolta.
és akkor utána az úgy égve marad. És utána ez továbbítás. Ez mi? Kompresszor. Az a másik oldalra szó. De az ott égve marad egész nap? Az igen, az folyamatosan világít. Egész végig? Igen. Másik, most villog a másik végén. A másik végén akkor villogna, hogyha a kulcsot beteszem. Ja, ja. Addig nem. Amíg nem veszed át, addig. Tehát akkor továbbítás. Amikor üzenetet kapok, akkor is vetted? Igen, és az igen továbbítom. Ja. Hát mindent a... Nem, továbbítom. De az is jó, csak lehet, hogy ideges ezt tőle. Várj, továbbítom, úgy tudod. Nem érted rá. Kikapcsolni nem kell? És ezeknek itt van a... Nem, át kell venni. A hangerősítője. Hangerősítő. Ez egyik itt, a másik itt. Mind a kettő, várj, az az AVM-é, és a másik pedig az a fülke. Igen, meg lehet az hallgatni. Mert... A másik az a kontroll, amit mondtál, hogy hallod a hangosítást. Halljam a kinti hangosítást. Utastérít, igen, utastérít. És ha kintre szólsz, akkor hallod magadat is itt bent? Neon alatt. Igen. Hú, ezt mutasd már meg. Elvileg igen. Tud, jól összegerjed, akkor beszélges vele. Halló, halló, halló. Adj Isten. A másikat kell. Ja, igen. Most törültem, bocsánat. Na itt vagyok. Tessébe. Itt vagyok. Én is itt vagyok. Hallani? Igen, igen, hallani. Na, akkor pár. Na jó, kiszállás a kombinóból. Igen, szaladjék vannak. Azért reménykedik a bátor. Jó, mindenki kín van. Öreg. De az már most mi lesz? Hogy szakad már szinten. Jó, akkor senki nem esett le. Elpazaroltam 45... Teljesen egyszerű mechanikus szerkentyű. Elektromosan nem lehet ezeket összecsapni. Hát ezzel nincsen gond. Itt van a pályacsengő. Mindenke. Ez kész. Meg ide lehet azt hiszem elhelyezni a közét a jel nevőt. Ha igaz, jeladó? Ja. Ja,